Ez itt a Body Words kiállítás, ami először van itt Magyarországon, amire nagyon büszkék vagyunk. Tegyük föl, hogy valaki azt gondolja, hogy ő most az orvostudománynak szenteli a testét, felajánlja. Itt van egy nagyon komoly donation program, egy ilyen felajánló program, és akkor egyébként többen jelentkeztek a kiállítás alatt is, ami marha érdekes, de tök jó, mert egyébként ugye ezen keresztül tanulhatunk. Akkor ugye bekerülünk egy ilyen plasztinációs intézetbe, és egy ilyen test kidolgozottsága körülbelül egy másfél évig tart, tehát ez egy nagyon hosszú folyamat. A lényege az az, hogy kivonják az emberi testből a vizet, és helyette egy ilyen nagyon speciális anyagot raknak vissza, amit egyébként úgy tudtunk lefordítani, mondjuk úgy, hogy műgyanta, de igazából nem műgyanta, mert a műgyanta az például melegben elkezd csöpögni, vagy igazából, hogyha bármilyen olyan hőhatás éri, akkor ugye egy ilyen fura lesz, hanem pont ez az, hogy ezt nem mondják el, hogy milyen anyagot, de valami anyagot visszatöltenek, és akkor ettől újra ember lesz az ember. Például el van szakadva az egyik szallag a combján, elképesztő. De ahogy beáll és megtartja magát, ez nagyon-nagyon szép az a póz. És már mindig is láttam, hogy melyik izbom szokott fájni, hát most jól megnézem magamnak. Csodálatos. Sok meglepetés ért ezen a kiállításon, ugyanis itt szembesültem vele először, hogy az anatómia könyvektől meg mindent, hogy teljesen máshogy nézünk ki. És csodálatos érzés azt látni artista művészként, hogy is működik, hogy hol fog be az az izom, hogy honnan ered, hogy hova tapad le. Elképesztő érzéseket váltott ki, hiszen nagyon jól fejlesztem így a tudásom. A mozgással, az megfelelő alvással és a légzéstechnikával csodálatosan meghosszabbítható 15-20 évvel azonnal az életkor, pedig nem is kell hozzá sok mindent csinálni. Úgyhogy én most megyek és körülnézek, mert csodálatos, amit itt látok, úgyhogy most megyek egy kicsit tanulni a gyomor felé. Már több mint egy évtizede a ketogén táplálkozást végzem, illetve folytatom, és ezt nagyon-nagyon szépen tudtam finomítani mindaddig a pillanatig, amíg meg nem láttam őt, az emésztőrendszert, és rájöttem egy csomó dologra. Úgyhogy az étkezés mellett az alvást találtam a legfontosabbnak méghozzá. Azt is az alváson belül, hogy itt láthatóan, hogy kell, hogy feküdjek az alvás közben. Mert ugye, hogyha bármiféle gyomortartón van a gravitációtól, az errefele fog menni a greater momentum, a nagy fala felé. Tehát, hogyha én mondjuk a jobb oldalamon fekszek, és éppen van étel a hasamban, mert este ettem, és nem vártam meg az időt, abban a pillanatban minden a gravitációtól ránehezedik a májamra, a szívemre, és arra a kis vékony kis szelepre, ahogy átereszti az ételt. A látogatóknak a nagy része, aki ide bejön, a visszajelzések alapján is teljesen másképp megy ki, és tényleg elgondolkodik rajta, hogy hát most akkor még este, akkor iszok-e még annyit, vagy csak kicsit kevesebbet, vagy valóban rágyújtok-e, vagy valóban megeszem-e azt a hamburgert, stb., mert így gyönyörűen le van vezetve egyébként, hogy és láthatom is, hogy lehet enni, csak valószínűleg ez lesz a következménye.